Rimóci László, Lajos Mizei cukrász újabb meglepetéssel készül az édesség rajongóknak. A szájmaszkos csoki Mikulás után most ismét egy kreatív ötlettel állt elő. Szerencse malacokat gyárt szilveszterre a grillás gurú. A szerencsehozó grillás mackákat gondoltuk, hogy készítjük, de egy kicsit megturbozzuk azzal, hogy most... Hogy Extra szerencséje legyen mindenkinek, és megelőgezze ezt. ezt csokoládi szerencsepénzt teszünk bele a hasába, és az összetörés után ez már akkor egy kis bőséget, gazdagságot jelképezi már. A szerencse malacnak a jelen élethelyzetben igazi szimbolikus jelentése is van a cukrász szerint. Én úgy gondolom, mindenki ráfér az a 2020-as év után már a szerencse, és épp ezért is, hát a szájmaszkot bár nem terveztünk a malackára, és rendelésre sem készítünk, mert mi teljesen pozitív és nagyon optimistán állunk a jövő évet nézve, és, és ezt is szeretnénk, hogy ez a malacka is már az új esztendőt, az új évet is eszi jelképezze. A grillásból készült szerencsemalacra egy négy levelű lóhere kerül. Továbbá az oldalára felírva kíván Rimóci László mindenkinek 2021-re boldog új esztendőt!